Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Már korábban, ma reggel, amikor a kalendáriumot néztük, akkor szóba került, és hát nem véletlenül visszatérünk a témára, mert egy valamire való reggeli műsornak a zene a lelke, sőt, időnként még a műsorvezetőknek is zenél a lelke itt nektek a hármas szabályban. Sőt, időnként még mi magunk is zenélünk, akarva, akaratlan, megmutatom a kortárs zenénket itt a hármas szabályban. Igen, ez a noise music, ez tulajdonképpen egy nagyon trendy, modern... Ez ilyen, trash music. Igen, avantgárd, enyhén industriál beütésekkel. Ja, tényleg, ha csak azt el kellene olvasnunk kicsi, hogy hányféle zenei műfajt neveztek meg, milyenféle kifejezésekkel az évtizedek, sőt lassan évszázadok folyamán, akkor nem sokra ütnek. Ma van a zene európai ünnepe. Innen indultunk, ezt el is mondtuk ugyesem még a reggel, mert hogy 40 éve immár ünneplik ezt, először 82-ben Franciaországban ez megtörtént, egy zenetudós javasolta, hogy már pedig kéne, ha francia ki kell mondanom. Kérlek. Maurice Fleury. Igen, ő javasolta, hogy a nyár első napját, mert azt is elmondtuk, hogy ugye ilyen jó kis napforduló van, és mi nem megyünk ki a hegytetőre boszorkányosan körtáncot járni egy tűz körül, hanem egészen másként nézzük meg ezt a dolgot zenei vonatkozásban. Szóval az ötlet az akkori francia kulturális miniszter támogatásával is valósult meg. Azóta 40 éve most már kiteljesült nem csak Franciaországban, hanem globális szinten foglalkoznak, globális európai szinten, mert hogy az európai ünnepről van szó, a zenével, hogy mennyire, hol és miként fontos a zene, mi nekünk egyértelmű, hogy itt, ahogy mondtam már, rádiósként, főleg reggeli rádiósként, az ébresztés, ébrentartás és téma boncolgatások mellett úgy a zene nélkül el volnánk veszve. Mindjárt a zene európai ünnepén, annyit tehát így a hármas szabás tábla részéről, mindenkinek köszi a zenét, ügyesek vagytok, enélkül elég nehéz volna műsort csinálni. No, de hát a zene azóta egészen másként működik, mint amikor először zenészt kellett fogadni, vagy be kellett jutni a gróf úrnak a bágyára, hogy zenét hallgassál, vagy be kellett jutni mondjuk egy bécsi nagy koncertterembe, hogy a karácsonyi koncertet meg tud hallgatni teljesen analóg időkben. Most már a zene bárhol elérhető jó formán. Jaj, meg na, én azért itt kultúrtörténeti szempontból meg kell szígyalak, hogy mert? Azt mondod, hogy nem volt elérhető. Hát a tánc mellett, sőt, Isten igazából valószínű, hogy hamarabb volt maga a tánc, illetve hamarabb volt maga a zene, mint a tánc, de egy a lényeg, a kettő szervesen összefonódva már az unga-bunga időszakban, bunkos korongban. Már ott volt, tehát hogy mersz olyat mondani, hogy nem volt zene? Hát hogy ne lett volna? Az egy dolog, hogy milyen faramúci potom 40 éve ezt európai is változatában is megünnepeljük, jó is, hogy van ennek adva egy keret, egy nap, stb. De hát azt nem szabad elvenni az emberiségtől, hogy mihelyest kitalálták, hogy nem tudom, a mamut beleit, ha kellő módon kifeszítik, abból egyfajta húrt képezvén már is pengető hangszerként lehet használni, vagy az antilop bőrét, ha lenyúzták, és azt is megfelelő módon ugye kifeszítették, és valami pácikákkal megveregették, már mindjárt kész volt az első dob. Ezeket ne vegyük el az unga-bungás időszakunktól. Jogos, az első. Már csak azért is, mert hogy itt emlegeted a királyi udvarokat, hogy be kellett jutni egy grófi bálba akár, hogy jó zenét hallgassál, de nem, mert miközben grófék odabent vonós négyesre járták a különböző ilyen-olyan keringőket, a közben a pornép az úgy ropta a sarokban hátul valahol az idézőjeles nyomor telepeknek valamelyik csücskében, sarkában, hogy pont, hogy a zene vagy, nézd meg, most oké, az egy picit más változat, de hát a bluesnak a kialakulása is, egyáltalán annak a kultúrtörténete. Tehát, hogy nem a főuraknak volt ez valami privilégium, előjog, a könyörgöm, mert a pornép az nyomta az ipart zeneügyileg, ezért ilyen sokszínű most műfajok tekintetében. Már látom, ahogy a hegyi székely pásztor egy ilyen csontocskát kifúrt magának néhány lyukacskát a bicskájával, és már is fújta a Megfogtam egy szúnyogot című ópuszt, amit mi is itt a szerkesztőségben igencsak köszönhetünk Máté Kincsőnek. Fontos info, zárójelbe tesszük, Máté Kincsőnek valami 3 hónapja dallamtapadása van, és minden üres percében a Megfogtam egy szúnyogomat dudorászta. Köszönöm a figyelmet. No hát, amióta ember az ember, és két keze és tüdeje és lába van, azóta kézzel, lábbal, nádi hegedűvel, mindennel is különböző hangokat kiadunk, és ezt zenének is nevezzük, ugye? Megvan ennek a maga zenetudományi megnevezése. Eredetileg azt mondták, képzeld a klasszikus elképzelésben, hogy minden zene, aminek dallama és ritmusa van. Szóval azt mondták, hogy nem, külön a ritmus is zene.
Hát sőt, persze. Külön a dallam is zene. Hát persze. Most már olyan dolgot is zenének neveznek, amikben egyik sincs. Időnként, de ez már egy egészen másik. Hát hallottad történet. Az imenti kortárs költeményemet, zeneművészeti megmozdulásomat egy nyikorgó mikrofon állványnak köszönhetően jobb helyeken, ezért már belépő díjat lehet szedni, tehát ne viccelj. Mondom, tehát a trash music az alapjára, én imádom egyébként nagyon az ilyen különlegesebb műfajokat, meg hát tény, hogy tulajdonképpen ilyen alapon látod minden hangszer. Tehát mint a pandémiás időszakban, amíg otthonról kellett zenét tanítani a gyerekeknek, hányan megejtették azt, az én párom ugye ütős tanár, dobtanár, ő a kaloriferen gyakoroltatta a gyerkőcöket, meg fazakakon jobb hiány, mert azért egy dobszerkót elég nehéz beszereltetni, de például ott konkrét tanúbizonysága lett téve annak, hogy az Atya úristen is tud hangszer lenni, egy hajkefe, egy kalorifer, egy függöny karnison lévő karikasor, vagy mit tudom én. Bármiből is lehet zenét csinálni, és ennek főképp gondolom ilyenkor a említett diákoknak a szomszédai nagyon örventek, hogyha a fűtőtesten ledoboltál egy triolát, vagy egy szeptolát. Magánházban figyelj. Ja, hát ott már szabad, max az emeleten is hallatszik. No, szóval ennek a dolognak a zenének, mint jelenségnek a térnyerése, vagy térterjedése egyértelmű. Mert nézd meg, amit itt megemlítettünk, tényleg akármilyen társadalmi rétegtől és akármilyen történelmi korból zenei nyomok vannak, hogy zenéltek, zenét produkáltak, zenét hallgattak, zenével táncoltak, zenével örventek és zenével sírtak az emberek. Legyen az egy elsírató történet, vagy éppen egy ilyen tavaszköszöntő történet, mindenképpen gyásztól örömig mindenütt zene volt. Így ez nagyjából úgy nőttünk fel, úgy alakult ki az emberi hozzáállás, hogy minden életkörülményhez, minden lelki állapothoz van zene. Vagy azért, mert már az kitermelte a zenét, vagy mert találunk, keresünk magunknak ahhoz találó zenei alá festést vagy zenei kísérletet, és hát azt így már a modern korban, hogy megnézni, hogy minden jóformán kimész az utcára, a legtöbb embernek ilyen bigyócska van a fülébe téve, megy szépen a bluetooth-os zenehallgatás, különböző platformok, különböző erre kitalált applikációk, a kedvetnek, a hangulatodnak, a helyszínnek, a munkakörülményednek, az utazási helyszínednek megfelelően dobják a már előkészített receptre lekavargatott playlisteket egyiket a másik után jóformán, az sem kerül már saját munkánkba és energiánkba, hogy mit is hallgassunk ma, című valamikori nagy luxus kérdés. Ezeket így szépen tálcán most már kínálják nekünk, de ettől függetlenül azt gondoltuk mi itt, nagyon vagányok lévén a hármas szabályban, hogy egy kicsit nézzünk rá arra, hogy különböző helyzetekben, különböző mondjuk állapotokban, különböző forgatókönyvekhez tulajdonképpen mégis milyen zenéket hallgatnak, vagy hallgatnánk mi tulajdonképpen, mert hogy szerintem. Ha valami még benne van a nagyon szubjektív és megválasztható, azt is mondhatnám, hogy intim döntéseink között, az tényleg az, hogy amikor csak úgy magunkra zenét hallgatunk, vagy zenét választunk, akkor hogyan tesszük ezt a választást, mi mentén döntjük el, hogy például egy megfőzendő tyúkhúsleveshez milyen zene szóljon a konyhában. Szerintem azt a legegyszerűbb, amit éppen pont a rádió játszik, mert azért rendszerint a konyhákban gyakrabban megesik az, hogy még mindig szól a rádió, és akkor az oda begenerált zenei kínálat. Bár az is igaz, hogy modernebb háztartásoknál, fiatalabb pároknál azért gyakran van az is, tudod, hogy akár egy táblagépet, akár egy okostelefont rácsatlakoztatnak a hangfalakra, és akkor választható, akár nem tudom, egy YouTube-os playlistet benyomnak, és arra megy a tyúkhús leves főzés, vagy éppen a töltött káposzta göngyölgetés, éppen pont mi a menü, kinél melyik nap. Az biztos, hogy egy csomó mindenhez is társítható nagyon jól a zene, és nagyon jó, hogy a főzést hoztad be példaként. Én imádok például a főzés közben zenét hallgatni, és látod, ez is milyen érdekes, mert vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan szituációk, amikor a zenét effektív ilyen háttér idézőjeles a szó jó értelmében zajként hallgatod, amikor mondjuk csak úgy van, mert jól esik, és vannak olyan élethelyzetek, amikor a zene és a tulajdonképpen elhangzó dalszövegek is akár ilyen alapon konkrétan főszereplővé válnak egy adott élethelyzetben. Nekem a főzés például ilyen. Én főzés közben pontosan ezért is olyan dalokat szoktam, rendszerint például magyar dalokat, ilyenkor kerül elő a mindenki által imádott Honey Beast top 30-as listája az én esetemben. Mindig olyan zenét hallgatok, hogy tudjam dalolni, tudjam dudorászni, tudjam énekelni én is, mert ott kis fakanállal kötinkével a kezedben az olyan vidám happy tud lenni, hogy közben meg énekeled, hogy te vagy a legnagyobb hős a világon. És persze magadra gondolsz, mert éppen főzöd a tyúkhúslevest. Tehát aki tyúkhúslevest főz, az már kérem szépen hősnek minősül. No, szóval, hogy ez például egy tipikusan ilyen helyzet. Vagy
vezetés közben néz meg, nagyon mennek szintén az olyan dalok, amelyeknek a szövegét bátran, hangosan esetenként jó szájízzel tudod énekelni, de ehhez képest például egy tanulási szituáció, vagy amikor olyan feladatot kell elvégezzél, ahová sokkal jobban oda kell koncentrálni, kell figyelni, ott például az ilyen dalok szövegekkel együtt nem feltétlenül működnek, vagy ha igen, akkor is kicsit inkább lehalkítva háttérben, pontosan azért, hogy ne vonja el a figyelmét, ott akkor inkább az ilyen jó kis instrumentális cuccok jöhetnek szóba, vagy én tudod, mire vagyok rákattanva újabban, olvasáshoz, mindig háttérzenének, nem tudom, szerintem a YouTube hamarabb megérezte, hogy mire van szükségem, mint én magam. Egy nagyon izgalmas, ilyen bossanovás, hát ilyen livestreamelt cucc valami, de egyik dal a másikat követi alapon. Egy ilyet dobott ki egyszer nekem, én úgy rákattantam, Endre, szerintem most már másfél éve minden áldott reggel, amikor leülök olvasni, ugyanarra a linkre kattintok vissza, ugyanazokat a dalokat hallgatom esetenként repeatbe, vagy ugyanazt az 50 dalt, de valami fantasztikus, hogy milyen összeállítás. Hangulata van, nem túl tolakodó, kellemes, olyan, le is köt egy picit, de nem is vonja el a figyelmet. Igen, attól függ, hogy milyen élethelyzetről van szó. Igen, és hát a másik az, hogy ezt valamilyen szinten tudatosan lehet alakítani, mert ugye van az a fajta attitud, amikor azt a zenét fogyasztod, amit dob a gép, vagy amit küld a világ az irányodba. Most persze nem úgy van ez, mint egyébként a leguncsibb zenék, tudom, amelyek ilyen óriási nagy bevásárló csarnokokban szól, csak így a háttérben valamilyen nagyon, mintha azt mondaná, hogy itt jól vagy, itt költsed hát a pénzedet. Igen, de ez a baj, hogy az se uncsi, tudod, hanem igen. Ezek meg már olyan célzattal vannak kifejezetten erre a célra megtervezve, legyártatva, sok pénzért elkészítetve, hogy tényleg, amit te mondasz, hogy a vásárló megnyugodjék, hogy ráérőssé váljon, ne siessen, ne kapkodjon, meg kell nézni a baloldali polc legvégében lévő akciót is még. Van idő. El kell tölteni 3-4 órát esetenként egy nagyobbacska bevásárlóközpontban minimum. Szóval igen, ez a manipulatív zene, mert ilyen rengeteg van. Tehát ez például nagyon jó, amit szóba hoztál a bevásárlóközpontokban, de nézd meg például a reklámzenéket, reklámdalocskák, az éppen, mit tudom én, felszaladó hirtelen kis dallamocskákat, ahogyan egy Pepsit, vagy egy Coca-Colát, vagy nem tudom is, én bánom is, én májvacukrot, bármit el lehet adni. Ez azért, ez a manipulatív zene, ez piszok. Igen, és azért is fontos, hogy erre kitértél, és kitértünk igazából ketten, mert nézd meg, hogy a Prusti féle asszociációs emlékezés, most nem akarok nagyon elszállni, de nagyon működik, úgy, ahogy neki eszébe jut egy gesztusról, egy illatról, egy bármiről, egy teljes élmény, egy-egy dalnak a dallamát, vagy egy dallam részletecskét azonnal tudjuk emlékezetben kötni egy-egy eseményünk közé. Ilyen szinten az is működik, hogy egy zenét, amikor meghallgatunk, vagy tudatosan beteszünk egy számot, az egyfajta utazás igazából, mert ahhoz a számhoz köthetően van már emlékünk, igazából otthonosabban érezzük magunkat a világban tőle. Én el nem felejtem, mikor távolba szakadt, nagyon messze élő embereknél, első körben, mikor ugye valahol bementünk, vagy otthon környezetben, mindig valami otthoni zenét hallgattak. És azzal a gesztussal, hogy például népzene, vagy magyar vonatkozású zene szólt egy nagyon távol lakó magyar ember otthonában, már is egy valamennyi otthonocska oda volt így varázsolva. Igen, igen, de hát ez pont ez a gyönyörűsége egyébként szerintem a zenének. Most függetlenül attól, hogy érti-e a másik ember az adott esetleg népdal, vagy egyáltalán dalszöveg mondandóját, hogy milyen nyelven van ez megfogalmazva, szerintem édes mindegy. Pont az a szépsége a zenének, és ilyen alapon a táncnak, mert az talán még egy fokkal univerzálisabb nyelvezet, hogy képes összekötni az embereket. Meg érzések szintjén tud egy olyan kapocs lenni, ami édes mindegy, hogy Amerikában csücsük észre, vagy Ausztráliában nézed a kengurukat, de valószínű, hogy ugyanazt az érzést tudja hozni. És ez az otthoni érzés, amit te mondasz, hát persze, most nézd meg, nem tudom, te jártál úgy, volt Ozonéknak ez a nagyon elcsépett, meg nagyon felkapott daluk, most hirtelen szembe se jut, de valaki dudorászta el nekünk egy hangüzenet. Jaj, Endre. Ennyi elég volt? Pont elég, jó, egyébként szuper. Igen. Na, de hogy milyen érdekes volt, nem tudom, melyik esztendőben egy nyaraláskor a tenger partján csücsükélve, hát felhangzott az nagy sláger a hangszórókban, hát hirtelen olyan büszke románnak éreztem magam. Tudom. És egyébként olyan jó volt nézni azt, hogy most függetlenül nem tudom, hogy egy német család ülte mellettünk, vagy éppen pont ténylegesen akár egy Romániából oda érkező másik család, a dal az vitt mindegy. És ha érted, ha nem a szöveget, hát Biki Csunáj, hányszor énekeltünk úgy dalszövegeket, főleg gyerünk korunkban nézd meg, hogy a Manó se tudta, mit énekelsz jobbra-balra, de ha leraktak volna
volna Ausztrália közepére, és rázendítettél volna, került volna meg biztosan 10-15 ember, aki szintén bikicsunáizik veled, ha arról van szó. És egy-két perc alatt már helyi vonatkozású hangszerekkel ütötték volna a tempót és a ritmust az egész történethez. Említettük a főzés melletti zenét, például edzéshez vagy mozgáshoz szoktál zenét használni, vagy az inkább ott nyitva hagyod a dobhártyákat arra, ami körülötted történik? Hát az a helyzet, hogy látod, én mivel teremben edzek, ezért ott azt hallgatod tulajdonképpen, amit adnak. Nagyon sokan vannak egyébként olyanok, akik saját zenét hoznak, és akkor mit tudom, kis fülessel edzenek pontosan azért, hogy ők maguk választhassák meg. De én például fölöslegesnek tartok magammal zenét vinni, mert ott például nagyon okosan pont, hogy olyan slágerek, meg olyan tempójú zenék vannak kiválasztva, ami pont, hogy ösztönöz arra, hogy gyerünk, bébi, bírja, csinálja, szaladja, fussa, emelj, nem döglünk bele, megyünk tovább. Szóval, hogy ott például ez nagyon jó, amit szóba hoztál példaként, ott tényleg nem tudom, milyen tempóval számolják ki ezeket, hogy mindenképp ilyen gyors, lüktető dalok dukálnak. De nézd meg például ehhez képest mondjuk egy jóga órán, tuti, hogy nem azok a slágerek fognak elhangzani, mert valami teljesen egyébről szól, pont, hogy az a lényege, hogy lenyugodjanak egy picit a kedélyek. És ha már itt vagyunk, te gyere, nézd meg, mert itt kell puskázok, mert nem jegyeztem meg konkrétan a számokat, de ha hiszitek, hanem akár nem tudom, konkrét számokra lebontva meg lehet mondani, hogy hány ütemű dalokat érdemes különböző helyzetekben használni, meg egyáltalán hallgatni. Ott van például ugye a tanulás, szóba hoztuk már, és azt hiszem, hogy itt érettségi időszakban utolsó 100 méteren talán még egy kicsi segítséget is tudunk nyújtani. Állítólag ilyen 50 és 60 leütésből álló dalokat érdemes, ez ugye percenkénti mérés szerint, érdemes hallgatni, és akkor ilyen szempontból rögtön a barokk zenét mondják is példának, hogy aki például barokk zenét hallgat, annak ott az ügyes, mert ugye a jobb agyféltekénk az a kreatív gondolkodás, a bal az a racionális, stb. És állítólag ez az 56-60 leütés per percenkénti tempó az, ami megfelelő formában nyugtatja, és egyáltalán belazítja annyira az agyunkat, hogy a figyelmünk az tudjon összpontosulni. De ott van egy másik helyzet, például, hogyha nem tanulásról van szó, akkor például nem tudom, hát a konditermet meg egyáltalán a mozgást, azt már úgy önmagában említettük, de például, hogyha kreatív munkát szeretnénk elvégezni, nem tudom, regényt írni, festeni, vagy kitalálni egy dalsz, vagy reklámszöveget, vagy bármit, akkor már rögtön 60 vagy 90, 60 és 90 leütés per percenkénti dalokban érdemes gondolkodni. Mert hogy ez meg pont, hogy a jobb agyféltekénket stimulálja állítólag. Nagyon izgalmas, hogy az ember ezt így tudatosan teszi össze, vagy válogatja ki akár a zenei playlistet, amit egy adott cselekvéshez társítani akar. Én el tudom képzelni, meg hát egyértelműen kísérletek is igazolják, hogy nagyon tudja növelni. Tehát például képzeld, volt egy olyan kísérlet, hogy azoknál a diákoknál, akik ténylegesen barokk zenét hallgattak tanulás közben, valami 26%-kal nagyobb teljesítő képességet voltak képesek produkálni, mint mondjuk azok a diákok, akik egyáltalán nem hallgattak zenét. Nagyon izgalmas szerintem. Még egy másik említet is hallottam, leírva most nem találtam, de emlékszem rá, mi szerint a mindenkori zenének a lüktetés ez, amit a leütésekhez, tulajdonképpen a BPM, ez a beat per minute, ez azt jelenti, DJ-k is, például a rádiós playlist, zenei playlist szerkesztők tudják, mit jelent ez. Van lassúbb tempó, gyorsabb, még gyorsabb. Ez, hogy hány ütem leütés van egy percen belül, a zenének a pulzusa. Tulajdonképpen így is fel lehetne ezt fogni, ha enyhe analógiát használunk. Tulajdonképpen akár a szívritmusunk tevékenységét is megnézzük, a zenét hozzá lehet párosítani, mert nézd meg, akkor, amikor 100 fölé felmegy a pulzusod egy fizikai gyakorlat esetében, akkor egyértelmű, hogy oda például olyan zene talál, ami nálad is megmozdul a testednek a ritmusa, megmozdul a tulajdonképpen a dübörgés, a te belső szívügyi dübörgésed ilyen szempontból. Hiába hallgatsz egy 60-70, egy slow blues-t például, már nem fog az tempóban lenni, nem fog az párhuzamban lenni a te mozgásoddal. Másrészt pedig az érdekes az egészben az, hogy fizikai munkához én rájöttem arra, hogy playlist például szükségeltetik igenis favágáshoz, vagy kaszáláshoz, ami egy egészen másik fajta műfaj, főleg olyan tevékenységnél, és erre jöttem rá fülhallgatóval, vagy fülbigyóval a fülemben, hogy tényleg ritmikusan ugyanazt kell csinálni. Mert ugye fogod a hasáfát, elütött, fogod ugyanígy a kaszával is. Húzod vissza, ugyanaz. Na ide is például úgy vettem észre, hogy az ilyen 90-től 120-ig akár elmenő dalok is igazán segíteni tud. Gyere, én javítok egyet, azért, mert ez konkrétan 120 és 140 közti leütésszámú dalok,
fiataloknál van ez, amit te mondasz, és azért jó, hogy mondod most a fizikai munkát is, mert ugyanabba a kategóriába sorolhatom, mint például az edzés, vagy egyáltalán a sport, vagy akár a szaladás, ugye, aki nem csak ilyen kis kocogásra megy ki reggelente, hanem mondjuk komolyabb szinten sebesség szempontjából mérhető szaladást iktatott be az életébe. Ott például ez a 120-140 közötti, állítólag ezek azok a dalok, vagy ez az ütem, tudod, ami konkrétan a motiváltságot képes megbizgerálni ott a belsőnkben, bárhol is van elbújva, agyunk akármelyik felében, vagy kicsi szívünk bármelyik csücskében, de az ilyen típusú dalok egyértelműen a motiválásra állnak rá. Én most azon gondolkodom, hogy ilyen nagyon gyors ritmusú dal jut eszembe, amit ilyen előszeretettel hallgatok, és mondjuk akár fizikai munkához, jaj, nem tudom, a Red Hot Chili Peppers Californication-je, vajon hányas, te ezt meg tudjuk-e nézni valahol? Esküszöm, hogy érdekelne. Most számolok, most számolok, de szerintem az egy olyan... Nem, mert az olyan 80-as. Igen, az nincs. Melyik lehet ilyen nagyon-nagyon pörgős 120-140 környékén? Tehát valami elektronikus zenét nyugodtan be lehet itt tájolni, valamelyik jó kis menő DJ-nek, mert ők azért egyébként tolják rendesen a zenepulzust felfele, azt a tekerentyűt, amikor BPM-ről, amikor percenkénti leütésről van szó. Nagyon gyors zene. Hát ilyen akár egy speed metal számot is, ha beraktok, már keményen 140 fölött is dolgoznak a legények, mikor a káposztasarvalás gitárnyelén meg kell történjen, nem sajnálják egyáltalán tempót tőle. Igen, meg hát azért most mit tudom én, nekem a rap jutott eszembe, igen, vagy azon kattagók itt bent, bár tény, hogy most hiten kapásból egy rap dalt se tudnék beidézni, vagy megszámolni, hogy tényleg az, hogy néz ki, de ott vannak néha olyan nyelvpörgetések, mint amit ez az X-faktoros, ez az Ali, hogy negy, együk. Uh-huh. Ali, azt hiszem úgy mondták a műsorban annak ide. Na szóval, ahogy a nő így járatja a nyelvét, meg konkrét szavakat formál, szerintem kb. Ott van azon a szinten. Na, mondjuk nem edzenék az ő daleira, az biztos. Na igen, látod, ez a másik, hogy csak attól, mert ugye ez csak egy faktor. A zenének a sebessége az csak egy mutató az összes többi közül. Attól még szituációban elhelyezni, és akár soundtrackként, vagy akár ténylegesen zenehallgatásként tehát művelni egészen másik dolog. Itt van még egy másik életterület, ahol a zene szerintem alappá vált. Nézd meg, a legelső alkalommal, amikor lehetőség volt rá, és a technika megengedte, jóformán sehol máshol még nem volt rá lehetőség zenét magunkkal vinni, a legelső autós rádiót már beszerelték. Mert valamiért azt tudták már a régi évtizedekben még ennek az egésznek a hajnalán, hogy egy vezetési élményhez soundtrack kell. És ha így nézzük meg, akkor ezt mára már szerintem csúcsra vitték. Ha jól megnézzük, az első extra, ami nagyon sokat kell tudjon egy autóban, lassan tényleg a csúcs technológia, minden csatlakozással, minden Bluetooth-kal és minden egyébbel rendelkező jó kis hifi audio felszerelés, az egy jó kis drága dolog egy autóban, amit azért simán bárki a pénzt kivirítja érte. Ah, igen, de az most már alap is, ha megnézed. Tehát azért az autógyártók se hülyék ilyen szempontból, mert erre azért jó ideje ráéreztek már azok, akik érdemben ezzel foglalkoznak, hogy az ilyesmit kutassák, hogy ténylegesen a zene lejátszó eszköz az egyik húzó ereje az autónak. Pontosan azért, mert hogy sok minden múlik azon, hogy akár vezetési stílus tekintetében, vagy komfortérzet tekintetében, hogy ott van-e akár az auditív kényeztetés, uh-huh, megadják ennek a lehetőségét. Ha most már itt a vezetésre átértünk, keresem, csak nem tudom, hogy pontosan melyik cikkben volt, mindegy is, mert elmondom a fejből. Képzeld, voltak olyan kutatások, hogy melyek azok a dalok, és egyáltalán milyen típusú dalok, milyen típusú vezetéshez párosíthatóak, vagy egyáltalán mit ajánlanak. Valami olyasmi rémlik itt a reggel olvasó cikkből, hogyha például stresszesen ülsz be az autóban, gondolj arra, hogy nem tudom, lenyomsz 8 órát a munkahelyen, felbosszantott a főnök, kiöntötte a kolléga a kávéját az ölödbe, egyébként is meg parkolási büntetést kaptál, tehát olyan minden vacakság hirtelen összen, jó stresszes vagy jó mérges vagy adott ponton, hogy például ilyenkor érdemes mondják berakni akár ugye a klasszikus zenét. Tény, hogy nem sokan fogadjuk meg ezt a jó tanácsot, mert azért nem tudom, a klasszikus zene mondjuk azt, hogy nem tartozik a populista műfajok közé, de hogy mindenképp valami nyugisabb zenét ilyenkor érdemes betenni, mert hogy igazolva van, hogy egyértelműen képes visszavenni a hangulatot, képes lenyugtatni az embereket. Na, úgyhogy ez csak egy egyébként a sok ilyen lehetőség közül. Fogjuk mesélni szerintem a többi részletet is, ügyesen előkotorjuk a cikket, hogy legyen hiteles forrásunk, és megnézzük, hogy akkor konkrétan milyen vezetési stílushoz, milyen vezetési, vagy milyen zenei stílus dukál. Na, de addig is nagyon számítunk arra, hogy ti magatok is egyrészt véleményt formáltok, másrészt, hogy elkülditek ezeket a véleményeket
nekünk, akár a 0726719966-os SMS számra, vagy akár Facebook Messengeren keresztül. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan. Tényleg. Hármas szabály. Immáron kerek 40 esztendeje van nekünk, a zene európai ünnepe, mindez Franciaországból indul. Egy ottani zenetudós azt mondta, hogy ennek ünnepnapot kell szentelni, 1982-től június 21-e az Így játszik. Mi itt közben megnéztük, hogy hol és milyen helyzetben, milyen zene, hogyan tud bennünket segíteni, vagy nem. Engem meglepett ez a történet, hogy a különböző stresszes helyzethez, vagy izgibb helyzethez mennyire jó, hogy egy kis komoly zene, klasszikus zene. Teljesen érthető, és nincs jobb, mint egy Prahova menti nagy forgalmi dugóban, mikor mindenki csupa ideg, egy kis Beethoven vagy Mozart. Én ezt így azért nem tudnám elképzelni, te Endre, tudod, hogy nem tudom, a rádió kulturál letekert ablakok mellett minden autóból azt szól ilyenkor. Szerintem bár a javallat megvan rá szakértői oldalról, egyébként, mert ugye itt maradt el, vagy itt ejtettük el a beszélgetés vonalát, hogyha például sofőrködésről van szó, meg stresszes vezetésről, akkor javallott klasszikus zenével lecsillapítani magunkat. Én szerintem ez a gyakorlatban nem működik olyan rettenetesen nagyon jól. Viszont az említett kísérlet, látod, arra is, vagy azt is igazolta egész pontosan, hogy az ilyen nagyon pörgős, idézőjelesen agresszív zenék, de nem ilyen heavy metalra gondolok, hanem ami tempójában, ritmusában számít agresszívnek, túl nem tudom mi, hogy azok sem jók, mert azok viszont pont azt hivatottak így felcsigázni, hogy a beülsz hót nyugodtan az autóban, semmi bajod nincs, de a zene maga úgy felpörget, hogy attól leszel jóval kapkodóbb, jóval figyelmetlenebb, és akkor ilyen alapon egy kicsit bátrabb és agresszívebb sofőr is. És nem kell mondani, ugye, hogy azért az is baleset veszélyes. Igen, és azon kezdtem így közben gondolkodni szünetben, hogy itt valamilyen módon az ilyen műfaji mondjuk irányultságokat is a helyzet felülírja, mert ugye emlékezz vissza, a tinédzser korunkban voltak a rappesek, vagy a diszkósok, és voltak a rockosok, és akkor mindenkinek megvolt az, hogy ki a hosszú hajú bőrcsek is, meg ki az, aki ilyen enyhén, mégiscsak ilyen, amit is mondjak, most depes módos fizurát nyíratott magának, és másik világban élt is Ákos vagy Bonanza Banzás lágereket dudolt, ez az én korom, tehát nagyjából mi így voltunk előszva binárisan kettőbe, de hogy például nem, szerintem nem létezik olyan, még ha elektronikus zenéhez, vagy akár mondjuk inkább ilyen pop zenéhez is volna szokva, nem létezik ember, akinek egy jó AC/DC vagy egy jó rock zene vezetés közben ne esne jó, vagy ne segítene a tempom, vagy ne tenni lendületesebbé a napját. Hát de, igen. Na igen. Hát, van ilyen, tudom. Akkor én naív vagyok. Szerintem egy jó hangulatú muzsikával meg lehet alapozni egy csomó mindent. Most független attól, hogy vezetési szituáció van-e, vagy éppen tanulni kell, vagy éppen fizikai munkát végezni, vagy edzeni, vagy éppen csak sétálni a parkban. Az biztos, hogy mindenhez lehet találni passzántos jó zenét. Az viszont szintén fontos, és látod, erről sem beszéltünk, van egy ilyen módszert, eszköz módszerként megemlegetett, vagy felemlegetett történet, ami például azt hivatott előhozni, hogy az embereket szó szerint a gyógyulás folyamatára tudták terelgetni azzal, hogy Mozart zenéjét hallgattatták. Azért fontos szerintem ezt hangsúlyozni, mert sokszor ugye túl azon, hogy szórakoztat, meg túl azon, hogy jól esik a zene hallgatás, azért nem érdemes elmenni szó nélkül amellett sem, hogy sokszor akár fizikailag vagy egészségügyi szempontból is jót tud tenni nekünk. Igen, már startból az az elképzelés, hogy a minőségi vagy a helyzetében jól eljátszott zene egy kikapcsolódási lehetőség. Mikor használtam ezt a kifejezés, azt jelenti, hogy tulajdonképpen a zene, amennyiben zenei élményről beszélünk, egyfajta burokba tudja az embert belelopni, és minden egy a világ összes gondjától, bajától, a rezsitől, a villanyszámláig minden egy megfelelőképpen előadott zenei produkció mellett így egy kicsit elfelejtődik, és ez a kikapcsolódási lehetőség egyben, és nagyon jó, hogy ide visszacsatoltál, egyfajta gyógyulási lehetőség is igazából, mert így belassul a világ, belassulnak a dolgok, és mindent elkezdünk másképp látni. Persze ehhez nem speed metal kell, hogy te is mondtad, meg kell találni megfelelő soundtrack. Egyébként igen, most itt utána néztem, hirtelen Mozart hatásként emlegeti a szakirodalom ezt a jó kis hangterápiás történetet. Kórházakban orvosok által is kipróbált történet, és bár jól tudjuk, hogy szkeptikusak vagyunk azért sok minden kapcsán is, de hát ugye Bartók is megmondta, hogy a zenenevelés már hol kezdődik, és például az is, ahogyan tanúbizonyságát nyerte az, hogy tulajdonképpen, hogyha például egy terhes édesanyja, egy várandós édesanyja dudorál, vagy a
akár zenét hallgat, ugye, még amikor pocaklakú az a bizonyos kisbaba, hogy az milyen jó hatással tud lenni, akkor miért ne hinnénk ezeknek a történeteknek egyébként? Meg hát nem tudom, én hiszem azt is tudod, hogy egy csomó mindenre nagyon intuitíven, amire mi nem vagyunk hajlandóak idézőjelesen odafigyelni, például a cicák nagyon ügyesen rá tudnak érezni. Tehát, hogy olvastam régebb olyan tanulmányokat is, ami ott az a kísérleteztek, hogy X típusú műfajú zenére hogyan viselkednek, például a házi kedvencek. Mozart vitte a prímet nyugtatás szintjén, azt tudni. Egyértelműen azzal látszik ebből az egészből, hogy amennyiben az első ütemre a macska már vinnyogva felugrik a függönytartóra, akkor az nem nyugis zene, ez mindenképpen legyen szem előtt tartva. Úgyhogy érdemes jó zenét választani magatoknak, és igényes megválasztás után időt is szakítani a jó zenére. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.